Bagon szeptember 25-én ünnepélyes keretek között avatták fel a Bag nagyközség önkormányzatának tulajdonába lévő Iglice napközi otthonos óvoda, tornacsarnok és Dózsa György művelődési ház épület energetikai fejlesztését megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva. A projekt az új Széchenyi terv környezet és energia operatív program támogatását élvezte. Az ünnepséget a művelődési ház előtt a Petőfi téren tartották. Bagnak nagyon nagy perspektíves lehetőség, mint egy 21. századi technológia az, ami ezzel megnyílt, és komoly takarékossági lehetőségek, hiszen a CO2-kibocsátás, ami ugye most egy világprogram is egyben, mellett a kazánjaink innentől kezdve nem fognak füstölni a szó semmilyen értelmében, hiszen geotermikus energiával fogunk fűteni három olyan épületünket, amely a legnagyobb energia felhasználó, jó szerve az óvoda, a tornacsarnok és a művelődési házunk. Tehát, és reményeink szerint harmad és fele költséggel fogjuk tudni mindezt tenni, hogy a levegőt nem károsítjuk mellette, ami úgy gondolom, hogy komoly pénzügyi akkumulációt is fog jelenteni az önkormányzatnak. Magyarul, amit nem kell kifizetniünk plusz költségeket gázszámlákra, azok a kasszában maradnak. Mi újult meg a művelődési házon? Tehát tulajdonképpen, ami nagyon notórius probléma volt, hiszen több mint 60 esztendővel ezelőtt épült, és azóta jószerével semmilyen felújítás, kivétel, az akadálymentesítés nem történt az épületen. Beázott a tető már szó szerint, hiszen 50 évre garantálják a hullámpalának a szabatosságát. 62 év után bizony-bizony úgy nézett ki, mintha sörétes puskával belelőttek volna, hiszen annyi helyen ázott be, és málott szét, ami egyébként mellesleg az aszbeszt tartalma miatt veszélyes anyagnak minősülő hullámpala. Mi került most az épületre, és milyen más munkák készültek el? Teljes nyilászáró csere, a tetőcsere, amiről ugye ezelőtt beszéltem, és a teljes külső hőszigetelés, ami a programnak része volt, így a geotermikus energiaprogram keretében. Tehát így komplett, nem volt teljes felújítás, bár annak látszó jószerűvel a ház mostani formájában, hiszen az önkormányzat saját erőből azokat a plusz munkákat, kivétel a burkolatcserék, azokat megpróbálta megvalósítani, hogy egy 21. századi megújult új kulturális központja lehessen nem csak Bagnak, hanem a Galga mentének. Az előző ciklusban az iskola maga az épületei újultak föl, és ott is egy hőtechnikai és egy ilyen jellegű korszerűsítés valósult meg. Most pedig a tornacsarnok és az uszoda résznek a felújítását és a geotermikus energiára átállítását valósítjuk meg, ami az elmondottak szerint ugye nagyon komoly energia teher, illetve pénzügyi teher az önkormányzatnak, hiszen a víz temperálása önmagában folyamatosan 24 órán keresztül, ez szinte a 12 hónapban az esztendőben, ezt folyamatosan igényli, és komoly energiákat vitt el, és pénzt az önkormányzattól. Tehát ez úgy hiszem, hogy a 21. századi alapokat teremti meg a község középületeivel. Az óvodánál ugyanez, tulajdonképpen az alapprogram az maga a geotermikus energia, és ennek kiegészítéseként ott is az külső homlokzatnak a burkolása, a hőszigetelése, a mennyezet hőszigetelése, hiszen ott ment a legtöbb energia az ajtókablakokon kívül, és maga ott is a hőszivattyús rendszernek a betelepítése valósult meg most. A megújuló energetikai projekt megvalósításához majd 163 millió forintot kapott a Bagi önkormányzat. Ezen felül a hőtechnika pályázaton szintén nyert a nagyközség vissza nem térítendő önerő támogatást. Ez azt jelenti, hogy az összességében több mint bruttó 200 millió forintos beruházás csupán 1,8 millió forintba került Bagnak. Az ünnepélyes átadáson részt vett Konrád Károly belügyi államtitkár, Vécsei László a térség országgyűlési képviselője, és Wittner Mária volt parlamenti képviselő is. Én legelőször szeretnék gratulálni Bag önkormányzatának, képviselőtestületének, de leginkább polgármester úrnak, akivel több mint 16 éve dolgozunk együtt, és nagyon sok közös munkánk volt az itt élők érdekében, és a parlamentben és a Honvédelmi Rendészeti Bizottságban eredményesen dolgoztunk az ország érdekében együtt, és most örülök annak, hogy itt az átadáson is együtt lehetünk. Én úgy fogalmaztam meg, mikor erre a mai ünnepségre készültem, hogy Tóth Gábor polgármester úr irányításával Bag jó kezekben van, a bagiak sorsa, bagiak közös ügye, hiszen egy olyan ember, aki felelősséggel gondolkodik, bátran mer cselekedni, felelős döntéseket hoz, össze tud fogni az itt élőkkel, az intézményekkel, az egyházakkal, a civil szervezetekkel, a kormánnyal, és én azt gondolom, hogy az ő munkája nélkül ez a
az eredményes beruházás nem jöhetett volna létre. Polgármester úr, köszönöm az együttműködést, köszönöm a te fáradozásodat, a Jóisten segítsen téged a jövőben is azért, hogy itt a bagiakért tudjál együtt dolgozni a bagiakkal. Köszönöm szépen! A munkálatokat kivitelező Tarna Invest Kft. Tanácsadója Mladán Kovacsev az energetikai korszerűsítések folyamatáról tájékoztatott. Ez több lépcsős dolog. Az első lépcső az, hogy fel kell mérnünk az épületnek az állapotát, energetikai kártya szerint, hogy milyen kategóriába tartoznak. Ezek általában az ilyen építésű épületek ilyen EF kategóriába tartoznak. Először ezeknek az állagát, az épület állagát kell feljavítani, és itt sikerült azt mondani, A vagy A pluszosra is hozni, némelyiknél A plusz, némelyiknél A kategóriára, tehát feljavítottuk magát az épületet. Ez magában a számítások szerint olyan 30-35% spórolást vagy megtakarítást jelent energetikai szempontból. Szóval, ha semmi más nem bántunk, csak ezt, akkor is a 30-35%-át biztosítja. Ehhez hoztuk a hőszivattyú programot, ami arról szól, ugye, hogy kútvizes rendszerrel a földhőt fölhozzuk, és annak alapján sikerül a fűtést beállítani. Itt elég modern rendszert hoztunk, elsősorban fénykorrendszert, az azt jelenti, hogy tudunk vele fűteni is, meg hűteni is nyáron. Ez még további legalább 35-40% spórolást jelent. Elviekben egy ilyen beruházás egy épületen az energetikai takarékosságáról szólva körülbelül ilyen 60-70% között mozog. A megnyert pályázat keretében teljesen megújult az óvoda épülete. Hőszivattyús rendszer biztosítja az épület fűtését, hűtését, kicserélték az elavult radiátorokat, az előregedő rozsdásodó csővezetékeket és a nyílászárókat. A sporttelepen is új nyílászárókat építettek be, illetve akadálymentes öltözőt és zuhanyt alakítottak ki. A művelődési házban a gázfűtés helyett hőszivattyút építettek be, és mind a radiátorokat, mind a fűtéscsöveket kicserélték. Az ablakokat új, korszerű műanyag nyílászárók váltották fel. Összességében 4180 négyzetméter homlokzat tetőhőszigetelése történt meg. Új tetőt készítettek fémlemezfedéssel 380 négyzetméteren, valamint 134 nyílászárót cseréltek le. Mennyei atyánk, kérünk, add áldásodat azokra az épületekre, amelyeket azért készítettünk, hogy a közösség számára egy olyan teret készítsünk, amelyben együtt lehetnek, szerethetik egymást, együtt működhetnek, együtt cselekedhetnek. Karácsondi Mihály plébános áldását követően sor került az ünnepélyes szalagátvágásra, majd a művelődési ház nagy termében folytatódott az ünnepség, ahol a polgármester emlékplaketteket adott át, és megköszönte mindazok munkáját, akik a három épület megújulásában jelentős szerepet vállaltak. Az ünnepség végén a bagi óvodások, iskolások, nyugdíjasok és a Muharai Elemér népi együttes szórakoztatta a közönséget. Tekintsék meg rövid összeállításunkat a fellépőkről.